Hölgyeim és uraim! Kelemen László, világ Európa bajnok! Márciusban avatták fel azt a kültéri szkanderasztalt, melyet Kelemen László világ és Európa bajnok tervezett, és Albánia magyarországi tiszteletbeli konzulja ajándékozott Egernek. Ezután készült el a 15. században élő törökverő fejedelem mellszobra is, melynek avatási ünnepségét tartották szombaton a Szkander végtéren. Mint elhangzott, Kasztrióta György Hunyadi János legfőbb szövetségese volt, negyed évszázadig harcolt az oszmánok európai térhódítása ellen. Genti Bendó ügyvívő beszédében utalt arra, hogy ez az első vidéki magyar város, ahol emlékművet állítottak az albán nemzeti hősről. A szoborállítás az albán-magyar partnerség megerősödésének mutatója, ami évszázadokkal ezelőtt az oszmánok európai térhódításával kezdődött. Eger a két nemzetközti barátságnak a szimbóluma. A nagykövetség minden olyan kezdeményezést és tevékenységet támogat, ami az emberek közti kapcsolatokat erősíti. Az eseményen elhangzott, a tér 2000 óta viseli a törökverő nevét, egy diplomáciai együttműködésnek köszönhetően. A nemzeti hős születésnapjához időzített ünnepségen leleplezték a mellszobrot. Bravo! Bravo! Az emlékmű felállítását Hafuzi Avnija, Albánia-Magyarországi tiszteletbeli konzulja kezdeményezte, és két albán művész készítette el. Mint elhangzott, a szobor szimbolizálja a két nemzet közti hosszú barátságot. Két nemzetnek nagyon hasonló a történelem. Minket is elszakítottak a saját népénktől, a magyarokat is hogyan is szakították a saját néptől. És így gondolom, emiatt egymásra rá vagyunk, hogy még szorosabb kerüljünk, és még jobban együtt dolgozunk, vagy, illetve még jobban akár kultúrát, akár sportot, akár kereskedelmet minél jobban hozzunk össze Magyarországgal, magyar vállalkozókkal, kultúrával is így tovább. Mintzer Gábor alpolgármester történelmi eseménynek nevezte az avatást. Mint mondta, Hunyadi János és Kasztrióta György szövetsége példaértékű a dél- és kelet-európai nemzetek számára. Hunyadi János és Kasztrióta György között volt egy szövetség, egy összefogás, ebből merítsünk mi is ugye egy jó példát, és fogjunk össze, és próbáljunk meg azért küzdeni, hogy egyenrangú európai polgárokként ismerjenek el minket, ne különböztessenek meg, és próbáljunk együtt elérni eredményeket, akár a kultúra, művészetek, a sport területén, vagy akár gazdasági eredményeket, akár a két nemzet együttes erővel. Hozzátette, Eger és az Albániában található Krúja önkormányzata nemrég tárgyalásokat kezdeményezett. Így elképzelhető, hogy a jövőben újabb testvérvárossal bővülhet a vármegye székhely.